Charles Bronson, Szerzsény Gyula. A zsaru családja, második rész. Hitszegő. Fehér Mustang sebesség túlép, és utána megyünk. Zenéjét szerezte Peter Manning Robinson. Írta Joel Blasberg. A vasas felgyorsított. Már több mint 100-szal megy. Nem baj, utolérjük. Eddie, vigyázz magadra. Meg nem is reggeliztem. De nem baj, azt hiszem szép nap elé nézünk. Rendezte David Green. Szálljunk ki a kocsiból! Kezeket fel, González! Andale! Csata, Marte Grefej! Andale, Filo, ez a fickó japán! Japánul nem beszélek. Kezeket fel! Kancsigás, nájdé, van rígodó nenni most, nájgára! Turmáno, csósió, táskámér, támít, csata, továstadak ide! Nihongára, harbáru, kite! Azért jött ide Japánból, hogy kocsit vegyen. Egész életében egy Mustangról álmodott, 350 lóerő, valódi bőrhúzat, 42 000 dollárba kerül. Mondjátok, hogy engedhetünk ki az országból egy ilyen nemzeti kincset? Sayonara, Roger, arigato, viszlát! Jó duma. Sír a gyerek. Tudod, már kinőtt abból a korból, hogy rácsoságban aludjon, és nem kéne tápszert adni neki, kivéve, ha szólja. Nagyon kialvatlan az arcod. Mindegy. Szóval mit is szoktál kérni a kávédba? Tejszintes cukor. Ah. Nem tartott egy percig sem. És van valami, ami még kevesebb ideig tart. Hé, hey, meddig marad még velünk a családi tanácsadó? Sherry néni. A mindenlében két kanál.
Sose jó neki, amit csinálunk, beszélnem kell róla apával. Ha ide látogat a nővére, abból mindig csak zűrök lesznek. Ő zsémbelődik, te zsörtölődsz. Halló? Igen, adom. Tom Cruise. Szia. Tetszett a vámpír alakításod. Igazán meggyőző volt. Szeretlek, édes. Oké, Tom, tiszta a levegő. Most már átjöhetsz. Milyen Tom? Melanie, én Jackie vagyok. A nővérem nem jött haza tegnap este, úgyhogy... Úgyhogy... Nem tudom elképzelni, hova a fenébe tűnhetett a nagy sötét éjszakában. Talán összejött valami jó hapsival egy szórakozó helyen. Uramisten, lehet, hogy azóta már egy kukába dobták a holttestét, miután megerőszakolták. Szerintem kényelmesebb helyet talált magának, mint egy szemetes kuka. Mondok neked valamit. Ha péntekig nem érne haza, kiküldünk érte egy Bernáthegyit. Szia! Hé, várj! Halló! Szabad lesz. Felügyelő. Összesen 19-en jöttek el a félhetes reggeli misére. A legtöbben munkások, akik innen mentek az első műszakba. Amikor a pap... Miklasec. Erről névre írjon rímet valaki. Igen, amikor a pap nem jelent meg, a hívők aggódni kezdtek, és aztán meglátták a vért a gyontatófülkénél. Mikor értünk ide? Először az egyik járőrkocsi érkezett meg, Burton és Fine közrendőrökkel, aztán Eddie és a társa, akik 3:47-kor beszóltak Nick szőrmesternek, ő pedig a központnak. Körülbelül egy órája fedezték fel a hullát, még nem ért véget a vizsgálat. Elnézést. Annyit tudunk, hogy két irányból lőttek rá. Két különböző fajta töltényt találtunk. Most nézzük meg, hogy elloptak-e valamit. Ez nem rablógyilkosság volt. Kívánja, hogy hazakísérje valaki, Mrs. Beszélel angolul? Igen, jól beszélem a nyelvüket. A férjem és én évek óta itt élünk. Mi tartjuk fenn a templomot. Azért tettük, mert szerettük Miklaševski atyát. Ő egy igazi szent volt. Mindenkivel jót cselekedett. És valaki megölte, miközben gyontatni készült. Miért? Hogy lehettek képesek ilyesmire? Miféle emberek voltak? Péntekre várjuk az új tavaszi kollekciót. Eddig hol voltál? A Hiltonban reggeliztem. Komolyan kérdeztem. Miért nem szóltál előre, hogy egész éjjel táncikálni fogsz? Képzeld el, nem táncikáltam. Elnyomott az álom az irodában. Bocs, hogy nem telefonáltam haza. Ó, megtudhatnám, hogy miért dobáltad szét a ruháimat? Munkahelyet keresek. Ki kell öltöznöm. És tudod már, hogy pontosan milyen cuccra van szüksége? Igen. Legyen konzervatív. És dögös. Tehát legyen régi módi, de azért mégsem öreglányos. Igen. Meg akarok felelni a leghátlisabb főnököknek, úgyhogy mégse legyen ciki. Kár a gőzért. Te úgyis visszautasítasz minden állást. Munkahelyi keresésben már komoly gyakorlatot szereztél, Jackie. Kár, hogy ezért nem adnak pénzt. Talán nem való nekem a városi nyüzsgés. Én a természet őserejében hiszek.
Az élet olyan, mint a nap. Felkél, aztán meg lenyugszik. És én egy folyó vagyok. Ez buddhizmus, ugye? Egy hoki csapathoz jelentkeztem titkárnőnek. Jól hangzik, nem? A hokisok barós rácok. Így mondják Ausztráliában, hogy menő vagy király vagy bomba jó. Mind akkora, mint egy ruhás szekrény. Gyakoroltam a gépelést a számítógépeden. És lefagyott vagy, hogy is mondják, az az internet klassz dolog. Képzeld, rendeltem 2 kiló mézes süteményt Isztambulból. És a pornográfia, hogy mi minden van a hálón. Ez jó. Igen, jó. Megyek zuhanyozni, aztán felveszem ezt a blúzt, úgyhogy keres másikat. Ugye te katolikus vagy? Hát, azt hiszem. Mit beszélek? Hát persze. Katolikus vagyok, szeretem a vallásomat. Csak éppen nem értek egyet mindennel, amit az egyház állít az utóbbi időben. Már nem is tudom, miben hiszek. Úgy látom, szükségünk lesz tolmácsokra. A gyülekezet nagy része nem beszél angolul. Már is utána nézek. Ó, fine felügyelő. Kikérdeztem néhány embert a minisztráns fiúról. Na és hol van? Éppen ez a kérdés. Miklaševski atyának mindig segített egy fiú a misén, de ma reggel semmiféle gyerek nem volt itt. Dolgozott már étteremmel? Igen, hát persze, sok helyen. Hol vannak azok a helyek pontosan? Kaliforniában. Nem hiszem, hogy maga hallott volna már róluk. Ajánlólevél? Ajánlólevél nekem sajnos nincsen. Nincs ajánlólevel. Nem baj, valahol el kell kezdeni. Mit csinál? Nem megmondtam tegnap, hogy ne rakosgassa ezeket az asztalra? Kinek beszélek? Holnap reggel várom. Holnap? Tessék, olyan hamar? Igen, holnap reggel. Tudja mit, inkább felejts el az egészet. Hé, most meg hova megy? Javító nevelőintézet, Wisconsin. Jó napot! Jó napot! Ha szálloda volna, én nem értékelném többre 1.25 csillagnál. Köszönöm. Hadd emlékeztessem önöket, hogy miféle szörnyeteget készülnek visszaereszteni a társadalomba. Esténként elment a barátaival, és öregeket támadott meg. Élvezkedtek a saját brutalitásukban. És ő felvette videóra, hogy a továbbiakban is akkor gyönyörködhessenek ebben a gyalázatos tettben, amikor csak akarnak. Kérem, ne kövessenek el hibát. A vádlott erőszakos és veszélyes. Mi is volt a bűncselekmény? Részvétel egy gyilkossággal végződő ütlegelésben. Védencem nem gyilkolt és nem is verekedett. Nem, ő csak felvette videóra, mint a haverjai baseballütővel betörték egy öregember koponyáját. Ő maga egyszer sem ütött. Persze, mert a kezében volt a kamera. Nézzék, egy ember meghalt, és ez a kis mocsok. Mocsok? Elég ebből. Nem azért vagyunk itt, hogy újra tárgyaljuk az ügyet. Amint látja, a kollégája ellenzi a javaslatot. Ön mégis szabadlábra szeretné helyezni a vádlottat. Miért? Azért, mert ez a kis mocsok. A védencem. Még csak 12 éves. Kérem, nincs mitől félnie. Azért telefonáltam, mert én takarítok a plébánián. Nem is tudom, mióta végzem már ezt a munkát. Majdnem annyi ideje vagyok itt, mint a tisztelendő úr.
Fél valakitől, asszonyom? Igen, félek. Van egy férfi. Úgy hívják, hogy... Volodya Petrov. Maga szerint ő volt a gyilkos? Nem, azt nem tudom. De biztos, hogy a múlt héten itt volt. És csúnyán kiabált Miklaseszki atyával. A plébániából hallottam az ajtón keresztül. Olyanokat mondott, hogy magának el kell mennie innen. Menjen el innen, vagy meghal. Megmondtam az atyának, hogy nagyon félek. Mire ő azt felelte, hogy semmi baj. Hívni akartam a rendőrséget. De nem tettem. Szólnom kellett volna Volodyáról. Ben itthon van? Már lefeküdt, elfáradt, hagyd aludni. Mondd meg neki, hogy holnap reggel hívjon fel. Eljöttem idáig Botaratomból, csak azért, hogy találkozzak a bátyámmal, és neki nincs rám ideje. Jó éjszakát! Ma elmentem a régi környékünkre, Shelley. Hallottam róla. Ugye a papról van szó, akit megöltek a templomban. Nyomon vagytok már? Azt hiszem, igen. A szálak az oroszokhoz vezetnek. Az orosz maffiához. Ami egyre erősebb. Mint pszichológus, abban biztos vagyok, hogy az az ember, aki képes megölni egy papot, igencsak nehéz helyzetbe kerülhet, ha Isten és az ördög közt kell választania. Ki van abban az orosz maffiában? Inkább ki nincs. Oroszok, csecsenek, örmények. És zsidók? Hogy érint ez téged? Szerinted mégis hogyan érint? Nem tudom, ezért kérdezem. A papa sok pénzt költött a neveltetésemre, hogy intelligensen kérdezhessek. Az a gyűlölködés olyan régen volt. Jó. Mi a jó? Naponta szembesülsz a halállal és az erőszakkal. Mégis azt mondod a gyűlöletre, hogy olyan régen volt. A papa is ezt kívánta volna, hogy réginek és természetellenesnek érezzük a gyűlöletet. Neki ez már nem adatott meg. Milyen boldog lenne, ha most látna téged. Hello? Ki volt az? Nem tudom. Oroszul beszél. Azt kérdezte, én vagyok-e Fine felügyelő, és hozzátette a Fine családból. Felsorolt mindenkit. Jackie, Eddie, Kate és Ben. Azt elletette. Milwaukee 3-as körzet, rendőrkapitányság. Emlékszel a minisztráns fiúra, akinek a templomban kellett volna lennie? Igen. Megtudtam, hogy Andrew Baskinnak hívják. Azóta is keressük, mert a szülei nem tudják megmondani, hogy hol van. Hívtatok? Elrabolhatom a társadat? Csak tessék, előbb volt a te társad, mint az enyém. Gyerünk. Hova? Megpróbáljuk előkeríteni azt a bizonyos Volodyát. Jó napot, János Ivanov vagyok. Éppen arról beszéltem a nejével, hogy... Csak nyugodtan. Ebben a házban ő a főnök, én meg csak egy szegény bolond vagyok. Ha nem tévedek, a pap gyilkosát keresik, ugye? Isten ellen vétkezett. Ó, itt a sofőröm. Azt hiszem, már is késésben vagyok. Szervusz, drágám. Sajnálom, mennem kell. Volna még egy kérdésem. Ismerőn egy Volodya Petrov nevű embert? Volodyát? Az apját ismerem. Tudom, hogy hol van a boltja. Volodya nem lakik itt. Akkor hol lakik? Azt nem tudom. De nem ő ölte meg Miklaseszki atyát. Nem állítottam, hogy ő tette. De beszélnem kell vele. Tudja, hol tartózkodik? Mondja, Mr. Petrov, bízik maga a fiában?
ha bízik benne, segítsen nekünk, hogy megtaláljuk. Mit tud a barátairól? Ismeri a fia barátait? Barátok? Ha valahogy a bajba keveredik, mindig miattuk van. Azok az emberek munkakerülők. Hogy érti ezt? Fekete piac. A legtöbb ivréje. Ivréje? Ivréje. Zsidók. Tudja, hogy hívják őket? Boris és Ilya. Megmutatom, hol vannak. Как можешь партить это понимаешь, ничего? Начинаем еще раз. Вот так. Вот тебе как. Ты думаешь, а? Ой, это. А ты это, этот раз... Bratyom bandája, folyton ezekkel mászkál, aztán belekeveredik a szarba. Van egy húgom, aki pont úgy beszél, mint te. Jól mondtam. Hogyne, hogyne. Nézze. Mi van ott? Ők azok. Az Boris és... Igen. Tehát ezek a bátyád barátai. Igen. Maradj a kocsiban. Apa, balra tőled. Indulás. Ты думаешь, а? Нет, и то, а другу. А ты это? Ну, что случилось? И та лучше? А, сми. Бежим. Kezeket fel! Senki sem mozduljon! Miért vagy úgy öltözve, mint egy republikánus? Munkát keresek, van valami a számomra. Nem kell elverni valakit. Mi most egy fontos kihallgatásra készülünk. Rosszkor jöttél, Hugi, egy papgyilkos nyomában vagyunk. Hol van apa? Minket vár, már el is mentünk. Szia. Szia. Oké. Semmi drog, semmi pia. Engedély nélkül nem hagyod el az államot. Nem találkozol a régi haverjaiddal. Ha fegyvert hordasz, visszamész a börtönbe. Semmi pisztoly, semmi kés, semmiféle fegyver. Azért ehet villával? Ha akár csak egy villát is meglátok a kezedben, és nem vagy se otthon, se valamelyik étteremben, visszamész a börtönbe. Hetente egyszer, kedden 8 és 5 óra között itt jelentkezel. Én pedig felkereshetlek az otthonodban, amikor csak kedven tartja. Világosan beszéltem? Ronnie, megértetted, amit Haflinger rendőrtiszt mondott? Megértettem. Nem csinálhatok semmit. Csak annyit tehetsz, hogy aláírod ezt a nyomtatványt. Itt írd alá. Köszönöm.
Ugye szabadlábon akarsz maradni? Igen. De az se izgat nagyon, ha vissza kell jönnöm. Mi ez a karodon? Tetoválás? Felel? Igen. Mit jelent? Csak nem a békét. Ez egy géppuska. Azt jelenti, hogy ha akarod, béke van, de ha nem akarod, kap be. Ez a kis farkaskölyök nagy ragadozó lesz, mire felnő. Micsoda gyerek. Ez a gyerek egy 12 éves pattanásos kamasz, és én tudom, hogy mit csinált, mint ahogyan azt is tudom, hogy büntetést érdemel. Tudom, hogy maga legalább 10 évre lecsukná, de mit érnénk ezzel, ha utána úgyis ki kell eresztenünk? 10 év alatt nagy doktori fokozatot szerez gyűlöletből, mert a legtapasztaltabb mesterektől tanul. 10 év alatt könyörtelen bűnözővé válik, és bosszút esküszik a világ ellen. Maga szerint mit fog csinálni, ha kijut innen? Én inkább attól félek, hogy ma este mit fog csinálni. Szia, kis buddhistám! Oh. Képzeld, 8 munkahelyen voltam 2 nap alatt, és sehol se tudom kamatoztatni a tehetségemet. Bármi is legyen az. Beiktatok egy maratóniumot. Inkább moratóriumot. És beleegyezem, hogy meghívja védelni. Nem lehet. Jaj, miért nem ér rá se? Mert mindenki dolgozik. Freud szerint csak a szeretet és a munka tehet bennünket teljesen érett emberekké. Ha jól emlékszem, így van. Ronnie Grissom? Ezt a kis kretént képviselted, aki lefilmezte a társait, amint agyonvertek egy embert? Tisztára, mint a született gyilkosok. Mennyi időre csukták le? 1 évet kapott, de kiengedték. Micsoda? Ki engedte ki? Én szóltam az érdekében. Miért? Nézd rám, ha hozzád beszélek! Nagyobb bajban vagy, mint gondolnád, Igor. Talán egy gyilkosnak segítettél megszökni. Egy feltételezett, lehetséges, akármilyen gyilkosnak, akit ha megtalálunk és rábizonyítjuk a gyilkosságot, a börtönig csúszol a seggeden. Így történik, és nem máshogy. Nem kötünk semmiféle alkut. Nincs 200 dolláros óvadék. Érted, amit mondok? Életfogytiglani börtönt kapsz, és még 230 évet, amiért megütöttél és leráztál engem! Pontos fordítás kérek. Palúcsis, pazsiznaja! Pazsiznaja, szakúcsénye! Ezek kemény fiúk. Talán minden börtönben megfordultak Moszkvától Vlagyivosztokig. Félholtra verték őket, döglött patkányt kaptak reggelire. Ezeket ugyan nem hagyja meg, hogy üvöltözünk velük. Ha jól tudom, arra felé nem a bűnözés volt a legnagyobb vétek. Mintha sajnálnád őket, apa. Persze nehéz elképzelni, hogy zsidók papot ölnének. Tudod mit, gyere haza velem. Melanie főzött valamit, hajnali 2 van, és te úgyis pizzát akartál rendelni, nem? Igen, és meg is rendelem azt a pizzát. Menj csak haza, Benny. Jól van, apa, holnap találkozunk. Szia. Szia. Nézd, ha már ilyen sok időt töltesz a régi társammal, igazán szerezhetnél nekem egy újat. Sziasztok. Jó éjszakát, felügyelő. Jó éjszakát, Ann. Carver Street. Gyerünk! Sebesültünk van! Sebesültünk van!
ide felemelt kézzel! Gyerünk! Mozgás! Szép temetés volt. Én csak azt hittem, hogy egy 12 éves gyereket nem szabad börtönbe zárni. Meghalt egy rendőr. De az a szerencsétlen kölyök is élhetne még, ha én nem harcolok annyit a szabad lábra helyezésért. Tudod, hogy te nem tehetsz róla. Dehogy nem, apa! Jó, akkor te tehetsz róla. És holnap majd egy másik gyerek fog lelőni valakit. Valaki másnak a hibájából. Én csak nem tudom, hogy mi a rossz és mi a jó. Elég nagy baj, ha egy ügyvéd mondja ezt. Két. Lehet, hogy az ügyvédek nem tévednek soha, de mi rendőrök hibát hibára halmozunk. Hogy lehet így élni? Sehogy, de valahogy megszokja az ember. Várj, hozok egy pohár italt. Mit nézel rajtam? Most mit kéne mondanom, Edi, az Isten szerelmére? Mit kéne tennem? Semmit, Kéti, semmit. Én nem haragszom rád, hidd el, hogy nem haragszom. És mit gondol Fájló családja? Megértelek, Kéti. Ugyan már, hogyan értenének meg, hiszen meghalt téged, a fiúk? És én se vádollak. Edi, tudod, hogy téged is lelőhetett volna? Nem. De igen, Edi, te is nem meghalhattál volna. Nem kell többet beszélned. Nem kell bocsánatot kérned semmiért. Szeretlek. Szeretlek. Gyere. Gyere. Kislányok, sajtra nem szabad narancslevet inni, és még nem ettétek meg a csirkét. Utálom a csirkét. Pedig a csirke azt jelenti a zsidónak, amit a bölény az indiánnak. Hallottad, Shelley néni kédet Maja, még a végén ráthagyja a csirke bőrbundáját. Mennem kell. Szia, drágám. Várjatok. Szeretnék mondani valamit. Tessék. Egy kicsit hangosabban. Na jó, talán most nem alkalmas. Vagy most mondod, vagy soha. Gyilkost üldözünk, úgyhogy siess. Oké, akkor feldobom a labdát. Megmondom, kerek perec. Jackie, hajítsd már el azt a labdát, mielőtt lefújják a mérkőzést. Beiratkozom a rendőrakadémiára. Jól
van, látom, nem hiszitek el, de tudjátok, milyen sokáig kerestem munkát, úgy értem, tényleg, komolyan, és nem találtam semmit, ami tetszett volna. Egyébként meg úgyis eldöntöttem már. Szóval beszéltem azzal a rendőr haveroddal. Elég legyen ebből. Mi a fene ütött beléd, Jackie? Ma reggel temettünk el egy rendőrt. Igen, de kénytelen voltam most elmondani, mert már beszéltem Davis kapitánnyal, és a tanítás hétfőn kezdődik. És jó lenne, ha átmehetnék a vizsgán, az pedig holnap van. Felejtsd el. Apa, szeretném megpróbálni. Tudod is te, mit szeretnél? Sose tudtad igazán, apa, hogy mit akarsz. Kérlek. Kösz. Jackie, én csak annyit mondhatok, hogy ha rendőr leszel, sose fogsz $10 többet költeni egy ebédre. Nem hiszük, hogy ez volna a neked való pálya. Miért? Mi van rajtam, ami nem rendőrös? Talán a hajam? Majd hupikékre festem? Vagy a fülbe valom? Kiszedhető. Mi a baj? Talán bűnt követtem el? Tudjuk, milyen keskeny a határ a bűn és az ártatlanság között. Akkor hát semmi. Rendőr leszek. Tőlem ne várj segítséget. Már segítettél. 10 plusz pontot kapok a felvételin, mert az apám rendőr. Bemutatom Volodya Petrovot. Hogy akaszthatták fel úgy oda, hogy egyetlen tanú se volt? Bárki is látta, nem hiszem, hogy túl sok kedve lenne beszélni. A rossz fiúkban már nincs semmi tapintat. Legközelebb egy iskola udvaron fognak akasztani. Érzem magam, mint aki ejtőernyő nélkül ugrik. Ne izgulj! Ha bármire szükséged van, csak szólj. Hát... Geraldo. Geraldo? Nem ezt szokás mondani, ha kiugrunk egy repülőből? Geronimo. Tudom. Hé! Hey. Oh. Ben, aggódom apáért. Mostanában szomorúnak látszik. Nem tudja leplezni, hogy mennyire megrendítette Fájló halála és a papgyilkosság. Értem. Tegnap, amikor eljöttünk otthonról, elmesélt egy történetet. Azt mondta, gyerekkorában ő meg az apja vasárnaponként rendszeresen eljártak a boltjukba takarítani. Az orosz emigráns központ mellett mentek el. Az emberek meg csak álltak ott és bámulták őket. Képzeld el, soha egy árva szót nem szóltak, csak néztek. Amikor megkérdeztem, miért, azt mondta, az oroszok mindig megnézték a zsidókat. Ez az ügy az apja szenvedéseit juttatja eszébe. De most... menj csak, tanuld ki a rendőrszakmát, és vigyázz magadra. Mert nekem te vagy az egyetlen kis húgom. Na, siess! Kéz is lábtörés. Felügyelő, az én nevem... Tudom, kicsoda ön. Ön megfigyelés alatt tartja az ügyfeleimet. Mr. Kalicskov és Mr. Sadamirsk önként jöttek el ide a kapitányságra, ugyanis arról értesültek, hogy ki akarják hallgatni őket, Miklaševski atya halálának ügyébe. Menjen el velük, ismertesse a jogaikat, és lője le őket. Kibírhatatlan humora van, felügyelő. Váratlan fordulat. Képzeljétek, megvan a minisztráns fiú. Eljött vele az anyja is, Mrs. Baskin. Andrew, ugye a templomban voltál aznap, amikor Miklaševski atyát megölték, igaz?
Beteg voltam. Nem mentem el. Mióta szolgálsz a damaszkuszi Szent Pál templomban? Egy éve. Szeretted Mikleševski atyát? Öreg volt, de azért lehetett beszélgetni vele. Nagyon klassz ember volt. Úgy értem, pap. Igen. Szerettem őt. Figyelj rám. A családodnak nem lesz bántódása, ha segítesz nekünk. Ezt mondták Volodyának is? Sose beszéltünk Volodyával. Ha a pap hozzánk fordul, őt is megmentettük volna. Hogyan? Azok az emberek mindenkit megölhetnek. Maguk semmit sem tehettek. Csak egy kis bátorság kell hozzá, és az, hogy segíts. Andrew, megöltek egy papot. Tudom. Ha nem csináltak semmit, miért futottak el a parkban? Mi nem tudtuk, hogy mit akarnak. Régebben volt egy-két fekete üzletünk. Megijedtünk. Én nem tudtam, hogy gyilkossággal gyanúsítanak. Volodya meghalt, és mi nagyon féltünk. Ezért ügyvédet hívtunk. Mit tud mondani Volodya haláláról? Semmi. Találkozott Mikleševski atyával? Soha. Járt valamikor a damaszkuszi Szent Pál templomban? Mi zsidók vagyunk. Mi keresnivalónk lenne egy templomban? Sosem voltunk abban a templomban. Andrew, mondd, láttad valamelyiküket a templomban Mikleševski atya halálának reggelén? Ugye tudod, hogy nem kell félned? Nyugodj meg, fiam, ők nem látnak téged. Andrew, mondd meg az igazat, bármi is legyen az. Nem láttam őket. Andrew, kérlek. Ben. Hazamehetsz. Oh, nem lesz semmi baj. Menjünk innen. Ez a gyerek úgy rettek, hogy ma éjjel biztos nem fog aludni. Igen. Most elküldjük az új lenyomatokat a bevándorlási hivatalnak, az Interpolnak, Moszkvának, Szentpétervárnak, a Fekete-tengeri rendőrségnek. Mennyivel könnyebb dolgunk lenne az üggyel, ha még egyben volna a Szovjetunió. Pedig rá kéne kapcsolnunk. Holnap reggel már az óvadékról tárgyalnak. Ha vízholyagod és izomlázad van. Nekem a vízholyagjaim is izomlázasak. Ja, és még valami. A nőknek is viszketni szokott. Hív vissza. A hivatal szerint érvényes vízummal jöttek, és büntetlen előéletűek. Az Interpol se tud róluk semmit. Valószínűleg hamis útlevelük van. És honnan tudhatjuk, hogy azok-e, akiknek mondják magukat? Kérem. Myers. Köszönöm. A
Az oroszok fél órája szabadultak óvadékkal. Nem? Nem fontos. Szívesen elmennék veled valamelyik nap vacsorázni. Tessék. Hogyis a rossz is szövjet. Beszítjék valami russzina. Ki volt az? Valaki azt mondta oroszul, hogy menjek el a fiam lakására. Igen, együtt, Tyrock Street, 3-as ajtó. Így van. Nem mozogj, Edi, nem mozogj. Mi történt veled, öcskös? Térképet csináltak az arcodból. A mentő 1-2 percen belül itt lesz. Ismered a dalt, hogy a szombat este a legrumlisabb a héten? Szerintem a hétfővel kéne vigyázni. Úgy látszik, komolyan beszéltek. Miről van szó, mit mondtak? Pár nappal ezelőtt megfenyegettek. Miért nem szóltál róla? Benny, telefonálj haza. Apa. Szia, Mel. Én vagyok. Jól vagy? Biztos? Ha tényleg jól vagy, mondj egy számot 1 és 5 között. Oké, rendben. És most figyelj rám. Zárd be az összes ajtót. Oda küldök egy járőrkocsit. Ne nyiss ajtót senkinek, csak a rendőröknek. Érted? Csak tedd azt, amit mondtam. Majd mindent elmagyarázok. Rendben? Szeretlek. Szia. Kétnél nem veszik fel. Meg neki, hogy ne menjen sehova. Könyörögjünk együtt Krisztus kegyelméért. Krisztus kegyelmez. Krisztus kegyelmez. Könyörögjünk együtt Krisztus nevében Isten kegyelméért. Uram, kegyelmez! Uram, kegyelmez! Te felemeled lélekben a holtakat. Uram, kegyelmez! Uram, kegyelmez! Te megbocsátást és békét adsz nekünk. Krisztus, kegyelmez! Krisztus, kegyelmez! Krisztus, Urunk, Te begyógyítod a bűn és a meghasonlás sebeit. Krisztus, kegyelmez! Krisztus, kegyelmez! Jézusunk, Te közben jársz érettünk az Atyánál. Uram, kegyelmez! Uram, kegyelmez! Tessék, idd meg. Ez jót fog tenni. Kösz. Halló? Halló. Fine felügyelővel szeretnék beszélni. Ugye ott van, ha nem tévedek. Adon.
tessék. Tavárisi inspektor. Átadták a gyerekei az üzenetemet? Igen, megkaptam a nyomorult üzenetedet, te rohadék. El kell kapnunk ezeket az embereket, mégpedig ma este. Nem ma este, de elkapjuk. Felügyelő. Fontos lenne nekem, hogy azt mondja, Volodya ölte meg azt a papot. Mindenki el fogja hinni, hiszen Volodya meghalt. Rossz társaságba keveredett a parkba. Így hát, ő már nem tagadhat semmit. Az ügy le van zárva. Panyi Majes? Mit mondjak, mi volt az indítéka a papgyilkosságra? Hát azt én nem tudhatom. Talán nem szerette Miklaševszky atyát. Találjon ki valamit. Pénzt akar. Minden esetre a családja mostantól biztonságban lesz. Megtalálta azt az embert, aki megölte a papot. Maga egy igazi hős. Még rendőrkapitány is lehet. Nem zárhatom le az ügyet ilyen egyszerűen. Ebben a pillanatban maga a főgyanúsított. Nem állíthatom le az összes emberemet. Tovább kell figyeltetnem magát. Legyen úgy, hogy a fiam még néhány napig követni fogja. Két napig. Csak két napig. És az ügy lezárul. De? Viktor! Viktor! Érteti a szfalacsa. Ezt a vodkát Boris küldi, hogy ne fázd még.
úgy érzem magam, mint egy kamaszlány késő éjjel a parkolóban. Nem akarsz összebújni velem? Bocsáss meg. Mintha nem volna épp elég gondod. Nekem se könnyű a nyomozói munka. Képzelem, milyen nehéz lehet egy felügyelő élete. Az életem sokkal könnyebb volt, amíg volt egy társam. Tudom, Benny nekem is sokat segített. Egy megbízható társ minden tekintetben megkönnyíti ezt a munkát. Én a feleségemről beszéltem. Na, hogy sikerült? Minden simán ment. Ezek nem is tudnak bunyózni. Hey. Gyere már! Beszélsz oroszul, hogy maguk az oroszok is orosznak néznek? Rosszabbul beszélek, mint Pasternak, de jobban, mint Stalin. Áruld már el, hogy tudtad rátenni a poloskát? Fogsak meg. Vodka, Betty! Tetervica, mondja! Gratulálok. Ez igen. Ügyesen csináltad. Kérdezhetek valamit? Mi lesz, ha észreveszik? Szerinted mit tehetnek? Beperelnek. Most azt mondja az intuitívja, hogy el kéne hagyniuk a várost. Nem bízik meg benned, és attól fél, hogyha maradnak, a végén még rájuk bizonyított, hogy ők ölték meg a papot. Ez beismerő vallomás, nem? Azt nem mondták ki, hogy ők a gyilkosok. Nem. De van itt még valami. Találkoztak egy Marina nevű lánnyal. A striptizbárnál vették fel. Nagyon fiatal. Mit mondott pontosan ez a lány? Miért kellett meghalni a Volodyának és a papnak? Mintha a lány tudná, hogy ők voltak a gyilkosok. Akkor miért nem ölik meg? Talán erre is van magyarázat. A lány tehát Boris barátnője. Attól még megölhetik. Miért nem hozzuk be? Veszélyes volna. Előbb nem hivatalosan kéne beszélnünk vele. Két whisky jéggel és egy vodka szódával. Hello. Hello. Ugye maga Marina? Igen. Gondoltam. Tudja, nekem két lányom van. Nem is tudom elképzelni, mit csinálnék magammal, ha bármelyikükből is mesztelen táncos nő lenne. Nagyon sok papa látogat ide. A vodka szódával. Hozhatok egy másik sört? Ide nem jöhet be. Jó estét, Marina. Az én nevem Ben Fine. Mit akar tőlem? Nyomozó vagyok. A rendőrségtől jöttem. Beszélnem kell magával. Miért gyilkolták meg a papot? Azért jöttem be az öltözőbe, mert Borisék nem tudhatják meg, hogy beszéltünk egymással. A tárgyalásig titokban tarthatjuk a találkozásunkat, de ha most nem mondja el, amit tud, ha nem mondja el, be kell hinnem magát a kapitányságra, és ha beviszem, a barátai tudni fogják, hogy kihallgattuk. Ja, Istenem! Marina, nézze! Nem! Ha nem működik együtt velem, be kell hinnem. Ne! Ez nem kérés volt, Marina. Világos?
Mindenképpen beszélni fog, vagy itt, vagy a rendőrségen. Érti, amit mondok? Azért ölték meg a papot, mert Vologya egyszer elmondott neki valamit. Vologya katolikus volt, és maga biztos tudja, mi a szokás náluk, beszélnek a pappal. Meggyónnak neki. De igen, Vologya meggyónta a papnak, hogy Borisz és Ilja megölték azt a lengyelt. Pulaszkinak hívták. Adam Pulaszki? Ki az? Orgazda volt a Southside-on. Néhány hete ölték meg az egész családjával együtt. Pulaszki lopott tőlük. Valamilyen kábítószerügyről volt szó, ezért ölték meg. A feleségét is megölték, sőt még a gyerekeit is. Aztán valahogy idejött, sírt, és azt mondta nekem, hogy muszáj beszélnie a pappal. Honnan tudta meg Borisz, hogy valahogy meggyont a papnak? Honnan? Megmondtam neki. Miért? Miért csinálta ezt? Részeg voltam. Elmondtam Borisznak, hogy Vologya megbánta a tettét, és beszélt a pappal, és Borisz akkor nagyon megharagudott. Azt mondta, a papnak meg kell halnia, de a pap nem mondhatja meg a rendőrségnek. A vallása nem engedi, nem szólhat róla senkinek a világon, de Borisz, ez nem érdekelte. Vologya figyelmeztette a papot, hogy meneküljön el, de ő nem hallgatott rá. Miért van még mindig ezzel a Borisszal együtt? Miért? Mert félek tőle. Rendben van, jöjjön velem. Marina, hol van? Ő hozzánk tartozik. Eszébe ne jusson, Borisz! Ne! Marina, što ty im сказала? Ничего! Ne kérem! Ничего! Rendőr, menj haza, és búcsúzz el a gyerekeidtől. Benny! Vigyétek ki! Engedj el, semmi szükség erre. Mi a felélet nem visszük be őket, épp elég alapos gyanunk van, nem? Semmink nincs, Benny. Ezért már le lehetne csukni őket. És holnap kijönnének óvadékkal. Engedd meg, hogy utána menjek. Nem, Benny, nem. Légy türelemmel. Az egész bandát elkapjuk. Az apátok, ha jól emlékszem, 15 éves volt, amikor bunyóba keveredett Bambácsi hentes üzlete előtt. Onnan tudtam meg, hogy az egyik barátnőm hazaszaladt és felhívott. Mire odaértem, már befejezték. Az apátok 4 srácot összevert, mert az egyikük azzal vádolta meg, hogy nem fizetett eleget valamiért. Úgy kezdődött, hogy apátok vett egy ócska biciklit egy gyerektől,
aki aztán három barátjával visszatért, és közölte vele, hogy több pénzt akar érte, mert nem tűri el, hogy egy zsidó becsapja őt. Hú! Több se kellett apátoknak. Esküszöm, annyi vér volt a járdán, hogy a szagát is érezni lehetett. Apátok sebeit kórházban kellett összevarni, de azt a négy fiút úgy elkalapálta, hogy csak nyögni tudtak, és 7 darab kivert fogat számoltam össze a földön. Igazán megkímélhetnél a részletektől. Az egész szomszédság úgy nézett fel aztán apátokra, mint egy ifjú Júda Makabbira. Ne haragudjatok, hogy ezzel hozakodom elő, de most úgy éreztem, el kell mondani. Shelley, mi eddig is tudtuk, hogy apa kemény fiú. És azt is tudjuk, mennyire félt minket. Félt? A félelmet sokszor megtapasztalta életében. Akkor is félt, amikor anyátok meghalt és egyedül maradt 4 gyerekkel. De most másról van szó. Ez rettegés. Soha életében nem értette, mit jelent ez a szó. Rettegni valamitől, de most már tudja. Itt nem gyerekcsínyről van szó, Shelley. Veszélyes gyilkosokkal van dolgunk. Mit javasolsz, mit tegyünk? Én már elkéstem a javaslatommal. Azt akartam, hogy könyvelő legyen belőled. Az esküvő még nem tudtam megtanulni a szorzótámlát. És téged, Edi, téged orvosegyetemre küldtelek, te meg Jackie azt hiszed, játék az egész. Nem, apa, hidd el, nem így van. Apa. Azt hiszem, mindent elrontottam. Nem. Vagy ha igen, akkor én is hibás vagyok. Ugyanazt akartam, amit te. Leszámítva, hogy Benből nem csináltam volna könyvelőt. De látod, én se tudtam megváltoztatni semmit. Ben mindkettőnk akarata ellenére a rendőri pályára ment. Eddie elkezdte az orvosi, de végül másképp döntött, és mit tehetünk, hiszen felnőtt ember. És Jackie, hát szerintem inkább zsaru legyen, mint hogy egy rockénekes lábánál fetrengjen valami videóklipben. Tudom, az lenne a legjobb, ha mindannyian kényelmes irodai munkát végeznénk. Vagyis inkább neked lenne jó, nekünk nem annyira. De már mindenképpen elkéstünk vele. Vagyunk, akik vagyunk. Boris. Да, это я. Позаботьтесь, я понимаешь? Да. Уже надо его. Начинай. Понимаю, сразу. Mondd meg Majának, hogy ma ne menjen iskolába. Melanie, mi a baj? Fogd el őket, Benny. Könyörgök. Nem minden macska farka tarka, csak a tarka farkú macska farka, mert a tarka macskának a farka is tarka. Nem jó. Úgy van, Shelley néni, hogy a tarka farkú macskának a farka tarka. Nem teszünk be egy pókember kazettát? Pókember kazettát? Hogyne? Csak azért imádkozom, nehogy az édesapátok kulturális ízlését örököljétek. Isten mindig meghallgatja az imát. Persze, de néha előfordul, hogy nemmel válaszol. Maja! Földre! Mindenki a földre! Gyertek velem! Majd! Papa, mama! Dali! A kismama! A kismama! Az ágy alá, újra az ágy alá! Papa! Maja! Ne! Maradj a földön! Bukj le! Ne csinálj semmit, csak figyelj rám! Maradj ott, ahol vagy! Ne mozdulj! Tali! Shelley, hol van Tali? Tali! Nem ismerem Sikort. Biztos
biztos, hogy értse nem ők voltak. Egyik fél sem ismerem őket. Jól megnézte a fényképet? Nem ismerem őket. A baloldali csem sem nem ismerem őket. Én ezt nem akarom hallani. Nekem a különleges csoport nem mondja, hogy nem tud semmit. Csak annyit kértem, hogy adjátok meg minden nőnek és férfinak a nevét, aki benne van az orosz maffiában. Olyan nehéz ez! Türelem, éj alapot dolgozunk. Hallgass végig, én ki akarom deríteni, ki van az egész disznóság mögött, érted? Ben, tessék. Eddigi tapasztalataim szerint, akár az összes orosz bevándorlót kivallathatod, akkor sem tudod meg, ki a maffia főnök. Próbáljatok meg találni valamit. Szükségem van rá. Szia. Ben, Ellennek igaza van. A különleges csoport már idestova 5 éve nyomoz az orosz maffia ügyében, de a mai napig nem tudják, hol keressék a főnököt. Fogalmam sincs, hogy juthatnánk el hozzá. Egész éjszaka őrködünk. Itt hagyjuk a házban Myerst és egy másik rendőrt. Jackie és Katie nálam vannak, nem akartam, hogy aggódj miattuk. Csak dőlj hátra és nézd a tévét. Reggel találkozunk. Rendben. Menjünk. Kötök, Viktor. Mit akarsz? Mondd meg nekik, hogy tárgyalok. A légparknál leszek az East Enden. 1 óramban. Egyedül megyek.
egyezkedni akar? Semmi akadálya. Felügyelő! Csak a csicskásuk vagy. Nekem a főnököt kell, aki azt parancsolta, hogy rátámadja a családomra. Felügyelő úr. Beszélhetnék a férjével? Hogyne. Megkínálhatom egy italal? Itt vagyok. Uhagyi. Jányi. Uhagyi. Nos, mit tehetek önért, felügyelő úr? Maga megöletett az embereivel egy urgazdát, bizonyos Pulaszkit, és az egész családját. Volodya megnyomta a gyilkosságot Miklaševszki atyának, aki senkinek sem mondta el, mert szent volt számára a gyónási titok. Én mégis tudom, hogy maga az az ember, aki zaklatni merte a családomat. Boris mindenről vallomást tett. Ez még csak sakk, sakk és nem matt. Most lépem az utolsót, letartóztatom. Szóval, meg akar halni. Ugye tudja, hogy bármikor végezhetek magával. Gondoljon csak a gyerekeire. Azt hiszi, félek magától, a börtöntől? Nem, én semmitől se félek. Igen, megölettem a papot, na és? Magát a pápát is megöletném, és nem fájna a szívem érte. Én vagyok a pápa, az én hatalmon 10-szer nagyobb, 50-szer nagyobb a pápáénál. Nézze. Olyasmit ajánlok, amit nem utasíthat vissza. Mint Marlon Brando, nem igaz? Én is szeretem Marlon Brandot, meg a Pink Floydot is. Figyeljen, mondjuk azt, hogy ha békén hagy engem, én is békén hagyom magát, és a családját sem fogom bántani. Alex, Leonid!
Tényleg te ölted meg a papot? Jányi! Könyörgök! Mondd, hogy nem te voltál! Jányi, kérlek! Krisztus teste. Krisztus teste. Ámen. Krisztus teste. Krisztus teste. Krisztus teste. Ámen. Krisztus vére. Krisztus vére. Krisztus vére. Krisztus vére. Krisztus vére. Ámen. Ámen. Krisztus teste. A világ legnagyobb csirkéi. A nagynéném végigjárt minden kóserboltot. Csirkeradarja van, sőt, talán az erdőben is vadász őket. Jó látni, hogy újra mosolyogsz és nevetsz. A múltkor még olyan Miss voltál. Szóval Miss? Milyen divatja múlt szavakat használsz? Tudod, régi módi ember vagyok. Például szerintem Amerika csak addig volt jó, amíg tornácos házakat építettek. De más gondolataim is vannak, ha érdekel. Igen? Például a nőkkel kapcsolatban? Nem. Róluk csak annyit tudok, hogy ha én szeretek egy nőt, az mindig többe kerül, mint amennyi pénzem van. Szerintem ez a nő semmibe se fog kerülni neked. Legalábbis ma este nem. Tálald fel a csirkéket, mielőtt kiszáradnak. Szervusztok, gyertek be! Jó estét! Boldog sabatot! Én vagyok Shelley néni. Igen, hát persze, már tudom. Az csak természetes, hogy tudod, hiszen nyomozó vagy. Szia, apa! Hello, szia. Ben! Gyere velem, kolléga, bemutatom a feleségemet. Rendben, bocsánat. Szavamra, Paul, ez a lány gyönyörű, és hangsúlyozom, hogy lány, ráadásul rendőr, ami azt jelenti, hogy sok közös vonásotok van. Apa, boldog sabatot! Jackie, hát veled meg mi történt? Ó, ne izgasd magad, csak egy lövészeti baleset, gyere, mutatok valamit. Szia! Alig várom, hogy Jackie megkapja a diplomáját. Akkor nem veszi fel többi a ruháimat. Képzel, Jackie és a barátja azzal töltötték a hétvégét, hogy kiugasztották egymás fogát, vagy mit. Igen, ez jellemző lenne rá. Hajvé! Kislányok, bemutatom nektek a nyomozó nénit. Köszönjetek szépen! Gyere! Hölgyeim! Örülök, hogy találkoztunk. Csókolom! Menjünk vissza, néni. Mindjárt jövök. Gyertek, most szépen a babát. Segítsetek nekem, jó? Gyertek! Elbűvölő családod van. Csupán a társad hiányzik. A feleséged. Azt hiszem, te éppen megfelelő társ lennél. Figyelem, emberek! Asztalhoz! Menjünk, üljünk le. Tudod, hogy a rendőrnadrág térdében nem engednek lyukakat vágni? Úgy se hordom sokáig az egyenruhát, nyomozó leszek. Akkor kifényesítettem neked a régi jelvényemet, jó? Ó, apa! Akkor kezdjük meg a töltött halat. Mi van benne? Hal, fúj! Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Kikshamu Bamitzvateach, Vitzavandlik Lohadlik Nirshel Shabbat. Amen. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Amotzelehem Min Haoritz. Amen. Amen. Apánkra. Büszke vagyok mindannyiótokra. A családomra. Lahaim.
Tersény Gyula, Szakácsi Sándor, Kovács Nóra, Spilák Klára, Kisfalvi Krisztina, Pásztor Erzsi, Vitai András, Markovics Tamás, Dózsa Zoltán, Hősi Ildikó, Úri István, Németh Borbála, Besenyei Emma, Orosz István, Imre István, Mánya Zsófi, Kassai Ilona, Sesták Szabolcs, Gesztesi Károly, Cséh Németh Lajos, Molnár Zsuzsa, Mezei Kitti, Németi Mari, Volmut István. Magyar szöveg Latorre Ágnes, hangmérnök Salgai Róbert, vágó Ódri Tamás, gyártásvezető Czobor Éva, szinkronrendező Faragó József. A szinkront a Mirax megbízásából a Masterfilm Kft. Készítette. Forgalmazza a Mirax.